11. fejezet. A Vandel. Egy szürke londoni reggelen naphén véletlenül elérte Malarius Vanyis irodáját. Behatott a sűrű állott levegőbe, és ott egészen elgyengült. A város legádázabb irodalomkritikusa, a aki egyetlen eldöntheti író százainak sorsát, egy magas remed borbés széken ült, ahonnét éppen elérte az íróasztalát. Malarius Vanyis alacsony volt. Melkönön Filip diplomák és a legtekintélyesebb bizonyítványok sorakoztak odnogozó szobák Eltűnt időből származó emlékek gyanánt. A soha le nem parolt, aranyozott keretek még kellemetlenebbé tették az amúgy is áparodott levegőt. Az elolvasásra váró könyvek tömörék töm töm halonként heveltek egymás tetején, a dolgozószoba egyik sarkában, mintha most rakták volna le őket valami járműről. Egy nap talán egy ritka, kíváncsi pillanatában Malarius Foynich előveszi majd valamelyiket, ránéz a borítójára, elolvassa a szerző nevét, szórakozottan átlapozza az első oldalakat, stilisztikai pontatlanságra vadászva, és ha általában a pillanatban könyörtelen szétszedi a könyvet. De az is lehet, hogy kisebb hajta remek titolája, titolálja, be nem fejezett remek nőnek, olvashatónak, kis ötletnek, vagy olyasminek, amit akár rá is lehetne olvasni. Ez a jobbik eset, előfordulhat, hogy így határoz, attól függ milyen kedve van. Ezen a reggel a szokásos jobb kedve volt, majd hogy nem odott, Nem az éjszakai tűzeset miatt, minek során füstét találtak azok a bizonyos kalandládikák, Sokkal inkább a Jasonnál ez a szellemes rácsa folytatott iménti beszélgetése miatt. Felvette a nevét az asztalon heverő listára, a fekete listájára. Majd tanulmányozik ezt a Európa térképét, amit a isten létett. Eddig három olyan hely volt rajta rajszöggel megjelölve. Egy Kongóban, egy Londonban és egy pedig VNC-ben. A rajszögek egy-egy cédulát is a térképhez rögzítettek. A konvói cédulán Louis S. nevelt, a klub alapítójának elfajzott unokája, egy romantikus álmodozó. Ha volt valami közös Marius van és Ulysses Murnai apjában, akkor az a gyakorlati érzék volt. Vagyis semmi álmodozás, semmi alvás, vilányos döntések. A döntés ezúttal következő volt. Ha meg kell gátolni a képzetbe utazók esetleges visszatérését. Megállítom titeket, mennyire a Malarius Vanics. Volt azonban valami, amit Dr. Vanics nem tudott besorolni az ABC betűvel látott egyik egyik sem. Ez pedig a kétség volt. De a kétség nem talált helyet magának a kávét is fiókban. A kétség a fejében volt, és nagyon úgy hangzott, mint a vereség. Ugyanígy az íróasztalán dobolt, volt, és újra meg újra átgondolta a könyv lapján keresztül folytatott beszélgetést. Mahárius Fonics keze elindult az íróasztal lapján, és egyenesen Morris Moró füzette felé elándorolt. Ez a húsz oldal tartalmazta a hadokló falu megtalálásához szükséges összes információt. A füzet puszta véletlenségből értett túl a képzelbe utazók megsemmisítését. Lehetetlen utazásokról, elveszett útokról, ismeretlen földatti birodalmakba vezető barlangokról, a tenger mélyén vagy a föld megközelíthetetlen helyláncai között rejtőző városokról szóló beszámolók gyűjteményét annak a rendje és módja szerint kisepörték. Ez a kicsi kis könyv mégis nem maradt, és ki tudja, mi módon ide került Dr. Van és íróasztalára, hogy gyötörje őt, hogy növelje benne a kétséget. Ez a könyv lehetővé tette, hogy kapcsolatba tudjon lépni azokkal az olvasókkal, akik ugyanabban a pillanatban hajolnak a saját példányok alapjai felé. És működött, valóban működött. Mit kellene égetni ahhoz, hogy megtorlódjon a probléma? Azok ő összesét az a könyv az létező példányát. Malarius vagy nincs, már napok óta ezen gondolkodott. Amióta aggasztó híreket kapott Velencéből, és elküldte a Forbis híreket Kongóba. Kövessétek azt a az lányt, rendelkezett. Most az ő válaszukra várt. És más információkra is, hogy eldönthesse, hogyan tovább. Telefonhívása éppen nem várt, és most mégis megcsülent a készülék. Lenyomta az emelőkart, és a borbészéket lengette egészen a T betűre fiókig, ahonnan elővette a telefont. Felemelte a kajlót és beszólt. Vajnics. Eko volt az. Nagyadt egy kis probléma, doktor Vajnics, szólt meg a egy gyújtogató. Miféle probléma? Majmok, felelte echo. Mit jelent az, hogy majmok? Azt jelenti, hogy megtámadott egy hadsereg uram, és a kis észre, amivel menekült azonban még valami más is. A fiú magával vitte a hamugróf köpenyét és állarcát. Vissza kell szerezned, adította magából kikerve, ahogy nincs. A adéktalanul talál meg a fiút. Kerestem uram, de elment haza, és az iskolában sincs. Menj el moróházába. Ott is jártam, de már elkéstem. Thomas Orrán, Lady ott volt, ebben biztos vagyok, mert tudom, hogy furcsa hangzik dr. nincs, de a fiú fehér festékkel bemázolta Maris Moró freskóit. Tönkretette őket. Máriusz Fajmics belekapaszkodott a telefonkajlóban. Fehér festékkel. Ez azt jelenti, hogy megrongálta mint egy igazi vandál, uram, Hónapok kell ennek a rendbetéteükhöz. És a restaurátornő, Lumni? Még én nem láttam, mi történt, de biztos, hogy nagy csapás lesz számára. Nem beszélve arról, hogy most majd még többet kell fizetni neki a ház De vajon miért tette ezt az átkozott kölyök? Kérdezte Máriusz Fajmics. Mit akartál ezzel elérni? Nem tudom, de. Mondtál neki valamit? Semmit. Nem tudhat róla, hogy mi finanszírozzuk a ház restaurálási munkálatait. Erről senki nem tud. Mégis, doktor Vojnics, furcsa dolgok történnek mostában Vencében. Majmok, soha életemben nem láttam majmokat az arzenálban. Ne beszélj, ostobaságot, e Eko. A majmok csak egyszerű állatok. Doktor Vojnics, vannak dolgok, amiket képtelen vagyok megelázni. Komolyan mondom. Egyszerűen mindenkor a pontot kell tennünk a Moris moró ügy végére. Éppen ezt tesszük, Eko. Erre állítjuk a freskókat, hogy megértsük, mit akart ábrázolni Moró, és miért. És hogy megoldhassam ennek a beszélő füzetnek a rejtéjét, tette hozzá magában Malarius Hojnics. Hogy végre magyarázatot találjuk erre az átkozott rejtére. Mi a doktor Dr. Hojnics? Kerítsd elő a fiút, rendelkezett a gyújtogatók főnöke. Kerítsd elő a föld alól is, nem tűnhetett el. Megpróbálom, de egy pillanat, Dr. Hojnics, mondta Eko. A vonal végén felcsendült az Indiana Jones filmek zenéje. Micsoda egybeesés, Kaptam egy sms -t. Akarom mondani, Tamászó Ranius Tambi kapott egy sms -t. Egy sms mi van benne? Állít a Bloom Azt mondja, hogy megérkeztünk Toulouse-ba, és leráztuk a két gyújtogatót. Távolsági buszhoz elmentünk ember. Kérlek, nyugtasd meg, Puszi, amit a... Toulouse? Hogyan ide Toulouse? Tette fel a kérdés saját magán Halerius Vojnics. Miközben az orra előtt, ha erőtérképe mellett. Milyen gyújtogatókról van szó, Dr. Vojnics?